Tiltakozott a Péterfi iskola 18 pedagógusa a polgári engedetlenségben résztvevő kollégáik megfélemlítése ellen. Ahogy az a közösségi oldalra feltöltött nyílt levelükben olvasható, elvárják, hogy a minisztérium megoldást találjon a megalázóan alacsony bérek miatti pedagógus hiányra, a tényleges érdekérvényesítést joguk és a valódi szakmai párbeszéd hiányára, valamint a tanárt és a diákot egyaránt sújtó túltelheltségre. Ezekre a problémákra az év eleje óta igyekszünk felhívni a figyelmet országos gördülősztrájkkal, polgári engedetlenséggel, magyarázta Jakab Andrea, a Péterfi Tagintézmény pedagógusa. Nincs utánpótlás, nincsenek rendezve a bérek, a kollégák és a gyerekek is túlterheltek, a nadkorszerűsítésére lenne szükség. Ezek mind olyan problémák, Jakab Andrea szerint, amelyeket nem holnap, vagy 2027-ben, hanem már régen orvosolni kellett volna. Meglehetősen elkeseredettek vagyunk sokan. És azt kell mondjam, hogy ö, dühösek is vagyunk. Mert ö, úgy ö, söprik ö, asztal alá ezt a problémát, ahogy ezt nem lenne szabad. Tehát itt a gyerekekről beszélünk, itt a közoktatásról beszélünk, a jövőről beszélünk. Tehát itt mi, nagyon sok minden eldől egy, egy, egy iskolában. Október 5-ére Országos Megmozdulást hirdetett a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezete. Jakab úgy látja, az akció mellé leginkább ismét a fővárosi kollégák állnak majd, hiszen ők merik csak hallatni a hangjukat. Itt vidéken ez az, azt gondolom, hogy nehezebben megy. Leginkább azért van ez, mert valahogy ez szakmai kérdésről egy teljesen átpolitizált kérdéssé vált. Itt szekértáborok állnak egymással szemben, holott nem erről van szó, vagy nem erről kellene, hogy szóljon ez a történet. Az elregedő pedagógus társadalom, a megalázó bérek, a gyerekek terhei, a NAT és a tananyag korszerűsítése az integrált oktatás tárgyi és eszközfeltételei mellett még sok más van, ami renoválásra szorulna. Mindenről Jakab a bővebben beszél mai, napikon is a című műsorunkban.